Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő van itt velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén? Egyelőre nagy mozgás nem látunk a budapesti értéktőzsdén, ebben a pillanatban csak 0,7%-os az esés, 21 pontot esett reggel a Bux Index, most jelenleg 32.085 ponton áll. A forgalom sem kiemelkedő, 788 millió forint részvény cserélt gazdát eddig a blue chipeink közül. Vegyesen teljesítenek a legnagyobb részvények, az OTP és a MOL 1,1%-os mínuszban indítja a napot, előbbi 9.730, utóbbi 1.536 forinton kereskedik. 15%-os pluszban van a Richter részvénye, 6.370 forinton áll, 3%-ot emelkedik a Magyar Telekom, pedig 342 forinton kereskedik. Na, hát ez tök jó, ez azt jelenti, hogy hozzánk is az a korrekció ragadt át valamilyen szinten, mint amit Európában lehet látni a tegnapi nagy zakók után. Így van, Európában azért egy picit nagyobbak a pluszok, hiszen ott azért már javában folyik a gyors jelentési szezon, és egyes nagyobb cégek azért pozitívabb eredményről számoltak be. Ennek köszönhetően közel 0,5%-os pluszban van a német DAX Index, 2%-ot emelkedik a párizsi Kakaron, és a londoni FTSE pedig 1%-os pluszban. A nyugat-európai indexek közül egyedül a spanyol index esik, 0,5%-os mínuszban van jelen pillanatban. Devizapiac, csak azért kérdezem, mert már a 369 forint környékén van az euró keresztárfolyam, a 370-es árfolyam rekord egyre közelebb kúszik. Így van, a devizapiacon azért itt továbbra is látjuk a turbulenciát a régiós, illetve a feltörekvő piaci devizák esetében. Ahogy említettek, most jelen pillanatban 1 euróért 369 forintot kell fizetni, 1 dollárért 314 forint 40 fillért a bankközi devizapiacon. A nagyobb keresztekben egyébként a dollár is, japán jen erősödést láthatunk, az euró dollár kereszt 1.1735, az euró jen 122.34 jelen pillanatban. És hát tovább gyengülkedik a török lira, ami most már 9.76-os szinten van az euróval szemben, is 8.30-on a dollárral szemben, nagyon közeledik a 10-es euró-török szint. Uh-huh. Oké, köszönjük szépen, jelentkezünk, akkor holnap is megnézzük, hogy a mai nap milyen hangulatban telik a devizapiacon és a tőzsdén. Köszi szépen! Szép napot, sziasztok! Neked is, szervusz! Deák Dávid üzletkötővel beszéltük át a budapesti értéktőzsde és a devizapiac nyitását. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.